Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, ez itt a Kontextus, és vendégem pedig Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszöntök Még egy mindenkit. Kicsit gyúrjuk ezt a Magyar Péter témát, most mindenki ezzel foglalkozik. Én ahányszor látom a figurát nyilatkozni, mindig hangsúlyozza, hogy hát mindjárt összeomlik a NER, meg a Karmelitából jönnek neki az infók, és hogy a Fidesz retteg, meg válságstábot hívott össze, mert hogy annyi szavazót rabol el ő a Fidesztől. Mi igaz ezekből az állításokból? Ha hiszitek, ha nem, de nem szoktam minden nap a Karmelitába bejárni. Magyar Péter lehet, hogy korábban elég sokat járt oda. Nem kérdezgetem az ott dolgozókat, de én nem úgy látom, hogy lenne bárkinek komolyan oka megijedni jelen pillanatban tőle. Majd arra is kitérek, hogy miért nem. Szerintem Magyar Péter kapcsán, amit talán így érdemes egymás között, illetve a kedves nézők számára rögzítenünk, az, hogy a sértettség az mindig egy nagyon erős motiváló tényező. Tehát mindenki gondoljon csak a saját egyéni kis életére, hogyha valami komoly sértettség éri, akkor azért az tényleg az emberbe tud egy olyan törést okozni, ami miatt aztán elmegy a falig, és még azon túl is. És én ezt látom ezen az emberen, szerintem egy rendkívül érdekes prototípus kísérlető most éppen. Én nekem kifejezetten meggyőződésem az, hogy azok, akik korábban Márki-Zay Pétert megpróbálták a semmiből felépíteni, és egy ilyen Fideszen belüli jobboldali alternatívát kreálni belőle, azok most hogy nem átfordultak erre a Magyar Péter projektre, aminek nagyjából úgy tudnám a lényegét összefoglalni, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, legyen az ellenzékre nézve káros, vagy a kormány oldalra, de ne az eddigi figurák határozzák meg a közbeszédet. És ha innen nézzük, akkor ezt a pontot, ezt kipipálhatjuk, mert ez nagyjából az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 3-4 hetünkben megvan. De az, hogy ő ezt, tehát Karmelitának már most bocsánat, tehát a magyar kormánynak miért kéne megijedni egy ilyen csávótól? Tehát miért gondolja az bárki, hogy feltűnik Magyar Péter, mond egy-két erőset, amiknek a 90%-áról kiderül, hogy semmi nincsen mögötte, miközben itt van egy 14 éves kormányzás, aminek az eredménylistáját, ha most elkezdenénk felsorolni, akkor az adásidő nemhogy nem lenne elég, hanem holnap reggelig itt ülnénk, és nem érnénk a végére. Tehát ez az első megállapításom. A második pedig az, hogy biztos emlékszel te is rá, amikor itt voltak az MTVS tüntetések, az úgynevezett rabszolgatörvény kapcsán az ellenzéki tüntetések, akkor hogy nem mindig eszünkbe jutott Saul Alinszkinek a neve. Ugye ő a radikalizmus szabályait leírta, illetve 12 pontban határozta meg, és szerintem rendkívül érdekes az összefüggés Magyar Péter tevékenysége, közéleti munkássága, és e között a 12 pont között. Például Alinszki azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy te mivel fenyegetőzöl, nem számít, hogy van-e mögötte bármi, hanem a tény, hogy te képes vagy ezáltal a köz narratívát uralni. És ha most visszanézzük az elmúlt 4 hetet, miről volt szó? Hangfelvétellel fenyegetőzött Magyar Péter, kiadott egy rövid részletet, ami szerintem nemhogy ártott volna a magyar jogállamiságnak, hanem konkrétan megerősítette azt, hogy Magyarországon semmiféle probléma nincsen, például az igazságszolgáltatás különböző alrendszereivel, és azóta is azt halljuk tőle, hogy persze vannak még hangfelvételei, de most ezeket nem fogja közzétenni. Hát ő, bocsánat, azt mondta, hogy a volt igazságügyminiszter, aki az ő volt felesége, ő azt mondja egy hangfelvételen, hogy ez egy maffia állam, amiből nem lehet kiszállni. Na most ez ugye nem hangzik el a hangfelvételen, arról nem is beszélve, hogy a volt igazságügyminiszter kiszállt. Tehát, hogy a tények igazolják, hogy ez nem igaz, ez a történet, de hogy nem is hallottunk ilyesmit. Igen, és azért gondolom, hogy már csak ezért is, amit most említettél, hogy Márki-Zay Péter 2.0 csak nem egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel lett az ő programja és személyiségjegyei beillesztve Magyar Péterbe, mert ugye ő is így kezdte. Tehát ugyanezt csinálták a kezdetektől fogva, van valami rendkívüli bizonyíték a magyar kormányra nézve, ami abszolút terhelő és biztos, hogy a NER végét fogja eredményezni, majd amikor a konkrétumokat el kéne kezdeni szivárogtatni, vagy bemutatni, akkor hogy nem megáll a tudomány. Ettől függetlenül természetesen nem akarok abban a pozícióban itt ülni most veled, mint hogyha én lebecsülném ezt az embert, mert nem becsülöm le, illetve a közvéleménykutatási adatok is azért azt mutatják, hogy Magyar Péter legalábbis bizonyos értelemben képes volt károkat okozni, de nem a Fidesz-KDNP-nek, majd erre talán rá fogunk térni, hanem az ellenzéki térfélnek. És pont ez a lebegtetés az, amit egyébként az Alinszki módszer mond, hogy te semmi más ne csinálj, csak lebegtes. Akkor is, ha nincs a kezedben semmi. És szerintem az, hogy nincs a kezében semmi, az már kiderült az április 6-ai tüntetésén, mondta azt abban az 50 perces beszédében, hogy
Hát igazából kérdezgetik tőle mindig, hogy hol van az atombomba, és ugye akkor mit mond, hogy... Igen. Most ez szerintem egy annyira nevetséges ilyen sztár allűr, hogy nem is érdemes kommentálnunk. Egy biztos, ő semmi más nem csinál, csak ezt az én kultuszt építi. Van egy érdekes videó részlet, mindenkinek ajánlom, aki most néz bennünket. A miniszterelnök úr, amikor beszélgetett Tucker Carlsonnal, még itt Budapesten, akkor úgy fogalmazott, hogy kétféle politikus van. Az egyik politikus, annak nincs küldetése, nincsenek igazából nagy célkitűzései, nem a nemzeti identitás megerősítésében gondolkozik, nemzeti célokban a közösségért tevékenykedik, hanem semmi mással nincs elfoglalva, csak az egójával. Na most akárki akármit mond, ez ugye egy tavaly őszi felvétel, szerintem Magyar Péter az ez a politikus. Ego, én, semmi mással nincs elfoglalva, csak legyen valamilyen fizető állása, mert ugye azt is tudjuk, hogy bár ő állítása szerint lemondott az úgymond neres pozícióiról, de a valóság az, hogy őt kirúgták. És ezt követően látom azt, hogy itt bizony azt a zsebet már azért valami mással kéne kitömni, és most próbálkozik, hogy mondjuk akár egy jól fizető európai parlamenti állás összejöjjön. Ez a sértettség, ez érdekes, azt hiszem nemrég nyilatkozott a Dopmen erről, hogy amikor ő ugye a miniszterelnök Ungarocel fejét rúgdalta, akkor előtte valójában ő azon dúlta meg magát, hogy ilyen személyes frusztrációi voltak arra, hogy nem ment a karrierje, hogy úgy érezte, hogy a rendszer nem engedi, hogy ő, hogy ő előrébb jusson, hogy mennyire fontos szerepe van ennek abban, amikor valaki nagy politikai vagy morális megfejtést ára nyilvánosság elő, hogy ő miért utálja mondjuk a rendszert. Aztán kiderül, hogy a Dokmenel is mondja, hogy hát valójában neki karrier problémái voltak. De ő legalább elmondja, hogy erről van szó, és hát utána átgondolt, aztán látjuk, hogy a Dopmen most már másként vélekedik a dolgokról. Én nekem a Magyar Péterre egyetértek veled ezzel az ego fixációval. Nekem ez a srác, ez a megtestesült nihilizmus. Tehát az, ami a miniszterelnök ezt finomabban mondta, de valójában arról van szó, hogy ugye azt tudjuk a volt feleségétől, hogy mindenféle üzenetekben zsarolta Gulyás Gergőt meg őt, hogy hát, hogyha a pozícióitól őt megszabadítják, akkor ő borítja itt a Billit, és akkor belebukik az egész kormány, stb. Tehát, hogy zsarolta. Ezzel is onnantól kezdve, hogy valóban nem kapott nagy pénzeket pozíciókért, onnantól kezdve tényleg beleállt ebbe a történetbe. Tehát egészen megdöbbentő, hogy... És az a megdöbbentő egyébként, hogy ennek van egy közönsége, amelyik elhiszi azt a szöveget, hogy ő tényleg egy ilyen új Petőfi, aki itt megváltja Magyarországot. Ó, igen, ez is az egyik kedvenc topikom, megmondom őszintén, hogy most olyan emberek rajonganak hirtelen Magyar Péterért, azért ezt rögzítsük, egy ex-jobboldali, fideszes, nem mondom, hogy belső körös, de mégiscsak egy volt igazságügyi miniszter férjéért, akik korábban, ha meghallották azt a szót, hogy NER, kölcsönös öklendezésbe borultak, és menekültek a világ mindenféle dolgai elől. És ezt azért érdemes szerintem rögzítenünk, mert ez mutatja azt, amiről beszéltünk már talán mi is korábban, hogy azért az, hogy Magyarországon megint csak egy dolog derül ki az egészből, ellenzékváltó hangulat van, az azért is alakulhatott így, mert mindenki látja, hogy azok a baloldali szereplők, akik itt vannak velünk 10-14 éve, vagy mondjuk a Momentumosok idestova 6 éve, azok képtelenek voltak arra, hogy hitelesen felépítsenek maguknak egy olyan politikai karaktert, amit hosszú távon tudnak képviselni, vagy legalábbis hosszú távon képesek ez alapján politizálni. És te említetted a nihilizmust, ugye van egy másik szerintem visszatérő ilyen karakterjegy az ő esetében, mármint Magyar Péter esetében, ez a rendkívüli narcizmus. Tehát ő aztán tényleg azon túl, hogy szerelmes szerintem saját magába, tehát hogy látszik, hogy biztos vagyok benne, hogy tükör előtt gyakorolja minden egyes mozdulatát. A kampány központját úgy lehet elképzelni, hogy körbe mindenhol tükrök vannak, és gyönyörködik magában. Így van. Vagy ha valaki járt a Festetis kastélyba, ugye ott is van egy tükörterem, tehát ő valószínűleg ott próbál. Tehát ez igen, minden hajszálát beállítja. Egyébként nekem ezzel semmi problémám nincsen, közszereplő akar lenni, persze kell egy megjelenés, rendben van. Csak azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy mielőtt valaki itt azt hinni, hogy azon túl, hogy neki van egy kormánybuktató célkitűzése, amit szerintem azért kijelenthetünk. Tehát azon túl azt is érdemes tisztázni, hogy ő nem egy egyébként jobboldali ember.
Most ezt nem csak azért mondom, mert a Spinoza házban Raggós Katalina beszélgetett, ahol elmondta, hogy ő Demszki plakátokon nőtt fel, sőt azokkal aludt, illetve azon túl elmondta azt is, ugye, hogy ő inkább egy liberális beállítottságú ember, hanem azért sem gondolom annak, mert aki jobboldali ember, az a saját politikai közösségével ilyet nem tesz. Egy-kettő, aki jobboldali ember, mindenki tudja, hogy milyenek a jobboldali konzervatív beállítottságú emberek, például imádják a családjukat. Na most, aki imádja a családját, az nem azt csinálja, amit Magyar Péter. Hát tehát nem veszem föl a beszélgetést a feleségemmel. Nem veszem föl. Ha esetleg ilyenre is vetemednék, egészen biztosan nem zsarolom vele, és ha még idáig is eljutnék, biztos, hogy nem hozom nyilvánosságra. Tehát szerintem ebben megegyezhetünk ennél az asztalnál. Na most innentől kezdve, hogyha valaki akarja értelmezni az egész jelenséget, akkor két dolog jut eszébe, a nihilizmus és a narcisztikusság. Szerintem ez egyébként ez egy veszélyes kombó, tehát... Én mondtam azt korábban, hogy aggódok Magyar Péterért, mert én látom rajta azokat a mondjuk úgy, hogy személyiségjegyeket, amik egy ilyen teljesen labilis ember karakterjegyei, és én azért ebből az emberből sok mindent kinézek. Persze most sztárolja őt mindenki. Mindenki alatt a baloldali sajtót értem. Viccesen meg szoktuk jegyezni, idézőjebben viccesen magunk között, hogy a baloldalon azért mindig van egy ilyen beavatási szertartás, ami több lépcsőből áll, illetve több fokozata van. A beavatási szertartás mindig azzal kezdődik, hogy van egy médiakör. Ez a médiakör, ez hogy nem, általában úgy szokott indulni egy Gulyás Marci partizán, aztán jön egy Telex interjú, egy 444 interjú, és akkor a többiek, az aprócskák, például a Válasz Online. Magyar Péter hogy kezdte a politikai karrierjét? Partizán interjú, Telex interjú, 444 interjú, Válasz Online. Második lépés, nagyon fontos, hogy ezeknek a messiásoknak, ugye úgy szokták őt nevezni, hogy messiás a bal oldalon is, mert messiás várás van, nagyon fontos, hogy ők kiálljanak egy színpadra valamilyen levitézlet baloldali karakterrel. Na ez a levitézlet baloldali karakter sajnos Nagy Ervin lett ismételten, most már több egyére. Hogyha ez is megvan... És most már énekel is. Ó, igen, bárcsak ne tette volna. Azt hiszem, ebben is megegyezhetünk. A harmadik nagyon fontos beavatási, szertartási elem az nem más, mint a Magyar Narancs címlap. Nagyon fontos. Mindenki szerepelt ott, aki korábban messiás volt, Márki-Zay, Péter, Pankotai, Lili, nem sorolom a neveket. Fekete Győr András, két hetente. Nem akarok visszamenni az időben ennyi, de valóban ő is, Vona Gábor, és akkor tényleg befejeztem. És akkor ha ezek is megvannak, akkor jönnek az igazi finomságok. És amire én várok, sőt, szerintem már meg is történt, csak nyilván a két érintett fél nem érdekelt abban, hogy ezt nyilvánosságra hozza, az nem más, mint Pressman úr. Tehát az, hogy David Pressman még nem találkozott Magyar Péterrel, én ezt nem vagyok hajlandó elhinni. Hogy nem hívta még meg Gyöngyösi Mártonnal, illetve a szokásos körével együtt egy beszélgetésre. De hidd el, hogy ez a pillanat is el fog jönni, amikor majd erről fogunk beszélni. És csak hogy miért érdekes ez, a kérdésedre visszatérve? Hát azért érdekes, mert itt tulajdonképpen, amiről már beszéltem, egy ellenzék leváltási kísérlet zajlik a szemünk előtt. Megint az van, hogy a baloldali média és a baloldali ehhez a médiához kötődő, akár finanszírozói kör is, akiket most itt nem szeretnék megnevezni, ők kiemeltek valakit, vagy fölemeltek, azon lehet vitatkozni, és mi is beszélgettünk erről az adás előtt, hogy most a Magyar Péter jelenség az okozati összefüggésben azt jelenti, hogy ő direkt készült erre, és már megvoltak a támogatói, az emberei, vagy színre lépett, és gyorsan bejelentkeztek hozzá egy-ketten. Én nem tudok igazságot tenni, meg nem is akarok. Még nyilván részletkérdés az eredmény szempontjából. Persze részletkérdés, de az látszik, hogy most már ez egy fölkészült csapat, és van egy meghatározott menetrend, ami alapján haladnak. Hát február 10-e óta most már eltelt kicsivel több, mint két hónap. Minden egyes hétre, minden egyes napra jut valamilyen hír velük kapcsolatban. Ugye most... Ha ezt elszabad mondanom, ha nem, akkor majd nézem csúnyán, de igazából mindegy lesz. Mi csütörtökön beszélgetünk, nem tudom, mikor megy ki az adás, de április 11-én csütörtökön beszélgetünk. Ugye ennek a hétnek a nagy novuma, hogy bejelentette, hogy megvette egy kamupártot. Igen. És azt mondta, hogy majd bejelenti, hogy melyik az, csak ugye véletlenül nem volt tisztában azzal, hogyha a Nemzeti Választási Irodához bead egy kérelmet, miszerint ő ezzel a párttal szeretne majd az európai parlamenti és az önkormányzati választáson elindulni, az onnantól kezdve egy nyilvános dokumentum, és bárki megnézheti, megtörtént, akkor ez nyilvánosságra is kerül, de igen, hagyjuk, tehát ez itt homokszem csúszott a gépezetbe. Hát egy epizódot azt sajnos ki kell venni a forgatókönyvből, mert nem tudja külön bejelenteni, mert mindenki tudja. Igen. És azért érdekes ez egyébként, mert nem volt túl sok időm tegnaphoz képest, mert ugye ez egy tegnap esti, tehát egy szerda délutáni hír, utána nézni a Tisza pártnak, de
Ha tippelnem kéne, miután ilyen kellően kedves alakok alapították, hogy így óvatosan fogalmazzak, simán el tudom képzelni, hogy ott is sikerült valamilyen bakit elkövetni, de várjuk meg nyilván, hogy ezt feldolgozza az, akinek fel kell dolgozni. Hát egy fontos info van, hogyha jól tudom, a párt alapítója, vagy egyik alapítója nyerőgépekkel foglalkozott, így tehát van. Félkarú rablókkal és hasonlókkal, és amikor ugye a Fidesz a közforgalomból ezeket kivonta 2012-ben, akkor ő megorvolt a Fideszre. Sértettség, ugye megint csak visszatérünk. Igen, de azért mondom, hogy a honnan vennél szívesen pártot, és akkor akik nyerőgépekkel foglalkoznak, félkarú rablókkal foglalkoznak, tehát hát ilyen, honnan persze, hát én is egyből ide fordultam volna. Van még egy érdekesség talán, ha felmegy valaki a honlapra, ilyet is azért ritkán szoktam látni, akkor a devizaszámla az, ami így kiüti az embernek a szemét. Uh-huh. Tehát ott van a kis bankszámlájuk, de a devizaszámlát azt nagyon fontos volt feltüntetni. Nem szeretném megtudni, hogy ez a devizaszámla az egészen pontosan mire szolgál egy ilyen párt esetében, de a lényeg az az, hogy látszik, hogy ez egy előre elkészített sztori innentől. Tehát én úgy gondolom, hogy június 9-ig az európai parlamenti választásig van egy meghatározott menetrend, ami mentén ők szeretnének haladni. Ugye most a következő, hogy lesz még egy tüncizés, mert az nyilván nagyon fontos, hogy Nagy Ervin megint tudjon énekelni nekünk egyet, de hogy ezt leszámítva még milyen új elemek jönnek, az egy nagyon érdekes kérdés. Viszont egy dolgot hadd mondjak itt, én az ellenzék helyében nem lennék nyugodt. A mi magyar ellenzékünk helyében, mert ők megégethetik magukat. Erre mindjárt visszatérünk, csak abba kapaszkodnék bele, hogy mennyire fontos volt Magyar Péternek, hogy legyen pártja, hogy el tudjon indulni az EP választáson, hogy vesz diszkontáron egy ilyen használt pártot mindenféle rozogaságokkal, amik még ott vannak, meg lehetnek ebben a történetben, hogy nem esik le a közönségnek, hogy ez tényleg arról szól, hogy most van lehetősége arra, hogy mondjuk tényleg ledarálja ezeket a Momentumot, meg a Jobbikot, meg hasonló pártokat az ellenzéki térfélen, és hogy ő biztos, hogy kapjon egy képviselői helyet az EP-ben, ami ugye jól fizet. Tehát, hogy valójában ez a cél, mert hogyha nem ez lenne a cél, azt mondja, hát gyerekek, most nincs pártunk, meg kell csinálni, annak van egy folyamata, az saját pártunk lesz, talpra magyarok vagy akár, talpra burzsúlyok, ahogy a Hont mondta. Tehát, hogy saját párt, és amikor majd kész a párt, akkor azzal majd elindulunk, vagy elindulunk 26-ban, mert az a lényeg, hogy megdöntsük a rezsimet. Hát ha meg akarom dönteni a rendszert, ez az őszinte kívánságom, akkor miért sietnék az LP választásokra a párttal, nem? Egyrészt, illetve... Tudok küldeni a volt feleségemnek egy SMS-t, hogy látod, neked nincs, te kis buta vidéki ügyvédnőcske, vagy nem tudom én, hogy beszélt vele. Hát ennél valószínű cifrában. Valószínű cifrában. De nekem van egy képviselőhelyem az EP-ben. Na, mit szólsz hozzá? Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kinézem, hogy ez a minimum cél, vagy lehet, hogy a maximum cél is, ez nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy van ebbe valami, amit most te itt elmondtál. Én úgy látom, hogy itt volt egy kis diszonancia, mert akik őt megkeresték, én szerintem azok azt akarták, hogy 26-ra legyen kész a csávó. Az ő egyéni érdeke meg az volt, amit te mondasz, hogy 26-ra, hát az még 2,5 évre van tőlünk a választás, most kell valami nagyot durrantani. Most veszett el, nem tudom én, havi hány millió forintom, amit így kaptam van, a felügyelet, hát nekem most van erre szükségem, van, nem tudom, 4 hónapom arra, hogy még kihúzzam valahogy ebből nyomorúságos körülmények között, és akkor utána kapok egy EP helyet, akkor utána már megvagyok. Igen, hát azért ezt a luxus, ludas Matyi feelinget, meg imidzset fönntartani azért sok pénzbe került. Tehát az első tüntetés ugye ilyen 30 millió forintos technikáról szóltak a hírek, most már úgy tudjuk, hogy akár 200 millió is lehetett az április 6-ai. Nyilvánvaló, hogy ezt azért nem csak saját zsebből finanszírozta, hiába mond bármit, voltak ott mikroadományok, szerintem ez is majd egy érdekes dolog lesz, és nem is tartom véletlennek, hogy azért a szuverenitásvédelmi hivatal a hírek szerint már el is kezdhetett adott esetben vizsgálódni, de hogy amit mondani akartam, hát persze, hogy ő az EP választáson akar durrantani nagyot. Ő is tudja azt, illetve az ő tanácsadói, például ugye az MSZP-s Láng Balázs, aki hogy nem véletlenül a Blik videójában feltűnik, de ezt majd hagyjuk meg későbbre. Tehát pontosan tudják, hogy a politikában a pillanat uralása az egy nagyon fontos képesség, illetve eszköz. Hát
Most őszintén ki tudja, hogy lesz-e két év múlva Magyar Péter? A szónak abban az értelmében, hogy fogunk-e mi itt ketten erről beszélgetni. Ha fogadnom kéne, nem biztos. Nem biztos. Csak akkor, hogyha neki lesz egy európai parlamenti jobb eredménye, egy meglepő eredménye, amit aztán majd mindig fel fog tudni mutatni, mert onnantól az kezdve... Az lesz a valuta. Persze, hát lesz egy platformja. Ott lesz az európai parlamentben. Elmondta, hogy ahhoz a egyébként tényleg háborús pszichózisban élő, most már hónapok óta élő Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz akar csatlakozni, amelyik mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak sokkal rosszabb legyen most, mint volt bármikor korábban. Tehát, hogy látszik, hogy ő erre is már elkezdett készülni, és az EP választás kapcsán ez kicsit az eddigi témánktól elvisz, de ha megengedsz egy ilyen szakmaibb meglátást, az EP választás mindig kedvezett az ilyen politikai építkezésnek. Hát emlékezz rá, 2009-ben a Jobbik azért tudott betörni a magyar közéletbe, mert azzal az Európa ellenes és Unió ellenes retorikával, amivel egy kampányt fölépítettek, egy óriási meglepetés eredményt összetudtak hozni, mert az európai parlamenti választás egy tisztán arányos rendszerben zajlik, 5%-os mandátumszerzési küszöb van, ami, ha hiszed, illetve a kedves nézők, ha hiszik, ha nem hiszik, egy MSZP esetében megugorhatatlan, egy Párbeszéd esetében egészen biztosan nem jön össze, LMP-t hagyjuk. Mentségünkre szerintem... szóljon, hogy a Párbeszéd nem is próbálkozik most jó, már ezzel. Igen, tehát, igen, hogy... igen. Erre is, erre is mindjárt ki fogok térni, hogy ennek is mi a jelentősége szerintem most. A Jobbikot félretehetjük. Én azt szoktam mondani, ugye Gyöngyösi Márton említettem, még amikor a párt elnöke lett, hogy ha nem szereznek európai parlamenti mandátumot, akkor ő lemond, szerintem kezdhet csomagolni egészen nyugodtan, és akkor kimaradt. Ott van a Momentumunk, ki fogok rájuk nem sokára térni, meg a Demokratikus Koalíció. Na most akkor kezdjük gyorsan a DK-val. A DK mit csinált? Ahogy megjelent Magyar Péter, gyorsan saját platformjaival átszervezte az MSZP-t és a Párbeszédet. Kiváló munka, megvan Feri, ő azt mondta 2014-ben, illetve papírra is vetette az Angyalok és Ördögök című véleménycikkében, hogy egy célja van, ez egy egységes demokrata pártot létrehozni. Halad afelé, minden rendben van az ő szempontjából, DK-MSZP Párbeszéd megállapodás pipa. Magyar Péter szempontjából viszont azért érdekes ez a választás, mert hogyha szeretne akár csak egy mandátumot, akkor nagyjából attól függően mekkora lesz a választási részvétel, szerintem közelebb leszünk most az 50%-hoz, mint a 40%-hez, mert egy napon van ugye a önkormányzat és az európai parlamenti választás, 180 ezer szavazót kell találnia. Furcsának hangozhat, amit mondok, de 180 ezer szavazót találni ma Magyarországon, úgyhogy ő egy ilyen klasszikus kormányellenes narratívától az egyáltalán nehéz feladat. Uh-huh. Csak el vagyunk ettől szokva, mert ilyen MSZP-ket meg Párbeszédeket nézegetünk 14 ahol... éve, ahol nincs érdemi munka, nincsenek szavazók, és egyébként megbízók még így is. Vannak. Megbízók a Párbeszédet biztos. Igen. Valóban, és nem folytatom a gondolatmenetet, de az biztos, hogy az EP választás ilyen szempontból az a lehető legkönnyebb, amit ő tudott választani. Uh-huh. Nem, megint csak nem lebecsülöm, csak azt elismerem, hogy ez egy relatív racionális gondolkodás az ő részéről. És akkor beérkezik egy ilyen politikai térbe, ahol az ellenzék szét van esve, tényleg a Gyurcsány az egyetlen, aki legalább úgy nagyjából lát a pályán, nem véletlen, hogyha megfigyeled, ő nem is nagyon kóstolgatja még Magyar Pétert. Egy posztja volt, most... Ők a médiájuk, héten... igen, a Nyugati Fény az... Nyilván, persze, de azért annak is egy nagyon szűk elérése van. Uh-huh. Ők már azért kezdték el ezt az én véleményem szerint, mert próbálják a Magyar Pétertől megóvni a DK-s uh-huh. választókat, és a Feri is egy héttel ezelőtt, tehát az április 6-ai tüntetés után rakott ki egy Facebook posztot, ahol még csak véletlenül se írta le Magyar Péternek a nevét. Tehát ő is tudja, hogy ő most fölfele ívelő ágban van, ezen az ágon nem szabad bántani. Majd eléri ezt a csúcspontot, nem tudom, mikor lesz a csúcspont, lehet, hogy június 9-e, lehet, hogy előtte, de előbb-utóbb ez a sztori el fog kezdeni, mint egy ilyen szép színuszgörbe, el fog kezdeni, lefele menni. És amikor a leszálló ágban leszünk, majd figyeld meg, akkor fog ráugrani az összes balos politikai erő, mert most látszik, hogy félnek Magyar Pétertől, mint ördög a tömjén füstöl. A Gyurcsánynak van ebben tapasztalata, hát nemrég kellett ugyanígy menedzselni a Márki-Zay Pétert, és gyakorlatilag ugyanezt csinálta, tehát a maga nemében egyébként tényleg ügyesen csinálja ezeket a dolgokat. Amikor MZP volt fönt, akkor kicsit ironikusan mondta, hogy hát ő a kapitány, nem tudom, mi azt csináljuk, amit ő mond, és szépen megvárta, míg ez eljön, és akkor utána elmondta, hogy na hát akkor mi a probléma. Igen, és ugye itt, ha mégiscsak azért vannak aktuál politikai érdekességek, itt csatlakoznék rá a nézőpont felmérésére, hogyha szóba hozhatom. Ugye az ő legutóbbi felmérésükben
A DK 13%-on állt a biztos szavazók körében, a Fidesz 47%-on, tehát konkrétan a Magyar Péter ügy meg sem karcolta a Fidesz népszerűségét, és Magyar Péter akkor még leendő pártja szintén 13%-on. Mit jelent ez, ha megnézzük egy kicsit a pártpolitikai szinteret? Azt jelenti, hogy például egy Momentum nem szerezne mandátumot az európai parlamenti választáson. Beestek 5% alá, a többieket meg nem is sorolom, mert nincs értelme. Tehát az ellenzéki térfél, ezt azért értelmezze mindenki. Úgy néz ki, hogy van egy DK 13%, van egy nem létező, most már formálódó Magyar Péter párt 13%, és van a kétfarkú kutyapárt, akik még esetleg mandátumot szerezhetnek. A többiek mennek a levesbe. Tehát ennyire, amikor azt mondom, hogy ellenzékváltó hangulat van, nem azért mondom, mert ezt ismételgetjük évek óta, hanem mert ezekből a jelekből látszik a legjobban. Hát az NKKP-ra, meg a Magyar Péterre többen szavaznak, mint az összes többi ellenzéki pártra együttvéve. Pedig még párt is nincsen. Persze, és szerintem ez mutatja azt, hogy ez a projekt, amit kitalált magának, és hogy ő neki semmi más célkitűzése nincs, mint hogy egy újabb vegzáló SMS-t tudjon írni, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerencsétlen Varga Juditnak, szerintem ő neki nagyjából tényleg ez az élet célkitűzése most jelen pillanatban. Meg egy zsíros fizetés mellé, jó nyilván fizetést ad nyilván az LP képviselőség. Persze, persze, és akkor majd utána megint meg lehet nézni ezt a bizonyos soros megbízható szövetségesei listát, gondolom, majd oda is fölkéreckedik, mert hát azért kis pénz, apró pénz mindig jól jön. Szóval igen, Magyar Péter szerintem itt lesz most még velünk egy darabig. Úgy tudnám ezt a legérzékletesebben talán megfogalmazni, ugye van a méreg és az ellenszer hasonlat. A méreg az tulajdonképpen azonnal hat. Megvan egy kígyó, rögtön érzed a hatását, ha nem cselekszel, véged van. Az ellenszer az pedig általában egy ilyen lassabban ható folyamat. Én tényleg azt gondolom, hogy az idővel, ahogy haladunk előre, Magyar Péterből könnyen lehet egy ilyen Márki-Zay Péterféle messiásvárás versus majd a végén ugye mélyrepülés, attól függően, hogy ő mennyire lesz képes arra, hogy a közvélemény előtt az igazi arcát azt elmaszkírozza. Most még megy neki, de azért most őt tulajdonképpen mindenki babusgatja. Uh-huh. Nem támadják, nem piszkálják, békén hagyják. Hogy ezt miért csinálják, erre is majd esetleg egyszer kitérhetünk, nem ebben az adásban, de nekem meggyőződésem, hogy itt, ahogy említettem, bizonyos erők egyértelműen Magyar Péter mögé álltak. Tehát máshogy ezt nem lehetne megcsinálni. Hát hogy van az, hogy a 444.hu, ami azért mégiscsak az egyik legfontosabb soros üzenőfüzet. Nemhogy nem kötekszik Magyar Péterrel, hanem még próbálja azt is bebizonyítani róla, hogy ő egy hiteles karakter. Hiába volt a NER-ben több évtizeden keresztül, most már ő ténylegesen az az ember, aki aztán el fogja hozni az Orbán kormányok végét. Hogy van az, hogy a Telex, ami a másik fontos üzenőfüzet, nem mer beszólni neki egyszerűen. Minden egyes kis apró tüsszentéséről adnak ki egy sajtóközleményt, egy hírt, ott van a címlapon, és egyébként emellett azt szerintem az egészben az egyik legszomorúbb, például a Varga Judit ügyet, a Frisbee-nek adott interjúját, Frisbee TV-nek adott interjúját, azt negligálják egy az egyben. Sőt, már-már, még ki, nem mondják ki, de ez az érzület, megkérdőjelezik azt, hogy őt igazat mond-e. Hogy van ez? És én ilyenkor azért kicsit fölkapom a vizet. Egyébként ez egy személyes megjegyzésem, nem tudom, hogy biztos mondták már itt a műsorotokban is, én akit a legjobban sajnálok, az a három gyerkőc, nem szívesen beszélek erről a témáról, de kérem nézzék el nekem, mert sajnos a mai magyar ellenzéki politizálás az egyszerűen már Magyar Péter centrikus, és muszáj erről beszélnünk valamilyen szempontból. Ez nagyon vicces ez a NER-ből kiugró, mert most egy friss interjúban azt mondta, hogy hozzá ne csatlakozzanak a NER-ből. Tehát, hogy a hozzá belőlem csak egy legyen, hogy aki a NER-ből kiugrott, hogy van ez? Hát persze, hát ez olyan, mint a kiábrándult fideszes szavazó. Mindenki azt mondja, hogy rengetegen vannak, aztán amikor megkérdezett konkrétan egy darabot nem tudnak mutatni. De bocsánat, mielőtt elfelejtem, mert hogy hozzám ne csatlakozzanak, de előtte meg azt mondta, hogy ó, rengetegen, majd meglepődtök, hogy mennyi NER-ből kiugró jön. Pontosan, most meg az, hogy ne csatlakozzanak? Pontosan, mert ő is tudja, hogy ilyen nincs. Ezért hoztam ide a kiábrándult fideszest is, hogy persze most ez is egy érdekes trükk, csak röviden hadd beszéljek róla. Most mindenki úgy adja elő ezt a sztorit, mármint a baloldali közvélemény kutatók közül, hogy úristen, a Fidesz társadalmi támogatottsága az megroppant. Hát elvesztett a Fidesz 1 millió szavazót. Bocsánat, 3,2 millió szavazója volt a Fidesznek. Egyrészt abból lehet veszíteni, kettő, ez
minden modern demokráciában így van, ciklusfelezőhöz közeledve az aktuális kormányon lévő politikai erők, különösen akkor, amikor egy ilyen nagyon érdekes válságidőszak van, háború, a gazdasági mutatók nem az igaziak, az Európai Unió látjuk, mit csinál, tehát egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan nem úgy megy a szekér, nem úgy tudjuk tolni, ahogy mindenki szeretné. Tehát tök egyértelmű és teljesen természetes, hogy van egy nem lemorzsolódás, hanem vannak olyan szavazók, akik passziválódnak. Ezt így hívják. Nem bizonytalanok lesznek, hanem nem érdeklődnek annyira a politika iránt, és ha mondjuk egy közvéleménykutatás során bárki felhívja őket, akkor nem foglalnak állást. Pedig előtte valószínűsíthetően fideszes szavazók voltak, csak most úgy vannak vele, hogy nem érdekli őket a politika. Hát na bum, láttunk már ilyet. És most mindenki úgy próbálja ezt az egészet eladni, minthogyha itt Magyar Péter miatt a Fidesz társadalmi támogatottság az bezuhant volna. Semmi köze hozzá a Magyar Péternek. Nyilvánvalóan meg tud szólítani egy-két embert, de őszintén mondom, hogy nem többet. Mert mindenki látja azt, hogy ez egy baloldali ember, baloldali emberek veszik körül, tanácsadói kizárólag virtigli baloldali politikusok, és egyébként azok az üzenetek, amikkel operál, bocsánat, megint visszamegyek az időbe, a március 15-i beszéde. A 12 pontot nézze meg valaki, az konkrétan a baloldali à la carte étapról kiválasztott legfontosabb ügyek. Az első három helyen mi volt? Oktatás, egészségügy, meg az állami szektor, illetve a korrupcióellenes fellépés, mert ugye az rendkívül fontos mostanában. És csak ebből az egészből azt akarom kihozni, hogy persze ő most azt mondja, hogy nagyon sokan fogják otthagyni a Fideszt a választások után. Hát polgármesterek... Nem mondta azt, hogy mondjuk 3000, ugye van 3155 település jelen pillanatban, ahol fognak önkormányzati választásokat tartani, és annak a jelentős részén, hogy nem fideszes polgármester van. Azt nem mondta, hogy az ő felük mondjuk kilép, de hogy nagyon sokan, és ehhez képest meg lenyilatkozza valóban teljesen igaz, amit te is mondasz, hogy hát azért ő nem, azért őket most már nem várja. Azért nem várja, mert pontosan tudja, hogy nincs ilyen. Az meg, amit egyébként ő tett, tehát az áruló karaktert fölvenni, szerintem az amúgy rendkívül kockázatos. Egyrészt látszik, hogy innentől kezdve a jobboldali szavazók támogatására nem számíthat. Kettő, most azért mindenki gondolkozzon egy picit, hogy egy olyan embert istenít, vagy egy olyan embert szeretne a szavazatával megtisztelni, aki korábban már egyszer, ahogy említettem, nem csupán a politikai közösségét, de a családját is képes volt kiárusítani, majd elárulni. Tehát hogy mi a garancia arra, hogy ezt nem fogja még egyszer megcsinálni? Szóval szerintem ez egy egyirányú utca, de ami még fontosabb, ez egy zsákutca. Ebből nincs kiút az ő számára, úgyhogy ő neki most valószínűleg neked van igazad, egyetlen egy cél kitűzése van, legyen egy, nem tudom, 20-25 ezer eurós biztos állása, európai parlamenti képviselőhely, aztán majd 26-ra meglátja. Most egyébként, hogyha nem jön össze 26-ig neki semmi, akkor mi történik? Akkor annyi fog történni, hogy 5 évig meg fogja keresni ezt a lóvét, ami azért, ha kiszámoljuk, végül is elég jó kis összeg lesz. Az van, hogy amit mondtál, azt szerintem nagyon fontos, mert ezt ugye valójában mi is elfelejtettük, hogy hogyan néznek ki a választási ciklusok. Ugye az Egyesült Államokban ez a tipikus midterm szituáció, amikor ugye nem a kormányzó pártot választják be, tehát, és ezért van mindig ilyen megosztott hatalom, vagy legtöbbször megosztott hatalom ugye az Egyesült Államokban is. És Magyarországon volt egy atipikus helyzet, amikor ugye nem volt ez a bezuhanás. De alapvetően a normális az az, hogy fél időben ott mindig van egy megzuhanás az éppen regnáló hatalomnak, és mi azért felejtettük el, mert volt egy olyan ciklus, amikor ugye ilyen nem volt Magyarországon, tehát egy stabilan mindig ugyanott volt a Fidesz, de alapvetően a normál üzem az úgy néz ki, hogy passziválódnak a szavazók, tehát hogy valamennyit veszítesz, hát most a lelkesedést fönntartani 4 éven keresztül, meg az emberek többsége azért nem így nap, mint nap politikában. Aki nem ebből él, vagy nem ezzel foglalkozik, az valószínűleg nem foglalkozik ennyit vele. Tehát, hogy ebben semmi rendkívüli nincsen. Arra akartam még visszatérni, hogy Gyurcsánynak van-e aggódni valója? Mert az embernek az lenne a feltételezése, hogy hát a DK-s hardcore az azért stabil, és azt nem, ugyanúgy nem karcolja meg Magyar Péter, mint mondjuk a Fidesz szavazóbázisát. Neki van oka aggodalomra? Olyan értelemben egészen biztosan van, hogy ugye ennek a sztorinak az időbeli kifutását azt most nem tudjuk. Tehát őneki már az egy kellően nagy veszteség lenne, hogyha mondjuk az Európai Parlamentbe a 2019-es 16%-os eredménye és 4 EP képviselője helyett mondjuk csak 2 tudna küldeni. Mert egyébként ez is benne van a pakliban. Az ő jelentőségét, illetve ennek a baloldali szociáldemokratának nevezett, egyébként eléggé inkább szélsőséges elemekkel megtűzdelt kommunista ideológiának elég komoly pofon lenne ez.
A másik pedig ugye 26 szempontjából, hát most abba gondolj bele, hogy persze ő leütötte az MSZP-vel és a P-vel a megállapodást, ami lássuk be nem rengett, nem okozott tektonikus változásokat a magyar belpolitikában, mert két nem létező párt összefogott a DK-val, na bum, nagy dolog történt, de 26 szempontjából szerintem olyan értelemben van félni valója, vagy veszíteni valója, hogy azért mégiscsak az ő célkitűzése mi, hogy legyen egy egységes baloldali ellenzéki párt, erről beszéltem. Na most a Magyar Péter szerintem, illetve a Magyar Péter mögött álló politikai erők azt megtanulták a 22-es választási vereségből, hogy nem lehet kockás füzeten összeadni a baloldali pártok szavazóbázisait, illetve potenciális szavazóit, mert abból egy óriási történelmi jelentőségi bukta lesz. Politikában az egy meg egy nem mindig kettő. Abszolút nem, és szerintem ezt megtanulták, tehát itt még egy olyan helyzet is elképzelhető, hogy nem csupán a centrális politikai erőtér áll vissza, hanem lesznek egymással ténylegesen konkuráló baloldali politikai csoportok. Az egyik a DK vezette politikai csoport, amihez szerintem, hogyha a Momentum nem fog mandátumot szerezni, nagyon gyorsan be fog tagozódni az európai parlamenti választás után. A Jobbik, én úgy gondolom, meg fog szűnni nem sokára, de ez az én egyéni véleményem. Fogadást nem kötnék rá, de szerintem a következő ciklust már nem érik túl. És akkor ott van ez a Magyar Péter féle valami, mert nyilván majd meglátjuk, mi lesz ebből, vagy egyáltalán túléri a választások utáni rendkívül turbulens időszakot, és ők fognak versengeni azért a szavazó bázisért, aminek az egyik része nagyon nem szeretné, hogyha Gyurcsány a közéletben maradna, de elfogadta, hogy sajnos itt lesz még jó sok évig, illetve ott lesz a másik része, aki meg e között a centrum versus szélső bal pólus között keringett mindig. Hol az MSZP-t találta meg magának, hol az LMP-t, hol a balra torodott Jobbikot, és így tovább, és így tovább. Mit jelent ez a Gyurcsány szempontjából? Azt, hogy 24-ben azért szenvedhet elvereséget, abban az értelem, hogy kevesebb képviselőt tud küldeni az EP-be. Kettő, 26-ban nem lesz olyan egyszerű a képlet, mint ahogy ő azt szerette volna. Az előző megállapításodra meg visszatérve, ugye két olyan ciklus volt Magyarországon, amikor valóban ciklusfelezőn az aktuális kormányzó erő, tehát a Fidesz-KDNP támogatottsága nem esett vissza. 2014 és 18 között a migrációs válság után, ugye 15-ben robban be, 16-ban félidő, majdnem azt mondom, hogy erősebb volt a Fidesz, mint bármikor korábban. A másik pedig a 22-es választás volt. Ugye 22 bár nyilván a ciklus vége, de ahogy jön a koronavírus válság, a Fidesz visszajön, mondjuk úgy az eredeti társadalmi támogatottsági szintre, és onnantól kezdve még azt a mondjuk úgy, hogy politikatörténeti csodát is megtette, hogy a választás hajráját a háborús tematikának köszönhetően megnyerte. Korábban az volt a mondjuk úgy, hogy általános elemzői konszenzus, hogy a választás hajráját a kormánypártok mindig elveszítik, ez most nem így volt, de csak ez egy rövid közbeékelés. Tehát amit mondani akarok, hogy persze, hát az, hogy mennyire megijedtek ettől a Magyar Péter ügytől az ellenzéki pártok, szerintem a kommunikációjuk meg a testtartásuk mutatja meg a leginkább. Én ki is gyűjtöttem a műsorra készülés egyében, hogy miket mondanak. Na most Jobbik. Kezdjük a Jobbikkal, jó? Ők azt mondják, illetve a Jobbik elnöke azt mondta, hogy a fő, hogy a Fidesznek ártsa a Magyar Péter. Azt nem látják, hogy senkinek nem árt, vagy na, sok mindenkinek árt, de nem a Fidesznek. Itt van Donát Anna, Momentum. Ugye ő azt abba tudott most nagy nehezen belekötni, hogy Magyar Péter azt nyilatkozta, hogy a Fidesz Európa politikája hozzá közelebb áll, mint az ellenzéki. Tehát meglepődtek azon, hogy egy egyébként eddig a NER-ben szocializálódott emberke a Fidesz Európa politikájával ért egyet. Na most erre nem mondanék semmit. És akkor itt van a Gyurcsány házaspár, illetve a DK, amelyik a legérdekesebb szerintem. Dobrev Klára az első napon, ahogy eltelik a február 11-e, tehát a Magyar Péter már végzett a előre megírt partizános interjújával, ő azt mondja, hogy ő egy Orbán nélküli Fidesszel nem fog összefogni. Ez volt a Magyar Péter. És akkor eltelt egy hónap, vagy másfél hónap, és most reagál azóta először rá a Feri, de nem veszi a szájára, illetve a klaviatúrát, mikor megragadja, nem írja le az ő nevét, csak így óvatosan belerúg egyet. Mit jelent ez? Azt jelenti, illetve azt mutatja, hogy ők fölmérték, hogyha Magyar Péterbe, ahogy említettem, most ezen a felemelkedő pályán beleszállnak, az az ő szavazóikat fogja szépen lassan lemorzsolni. Mert a nap végén az elkötelezett, tehát tényleg az az ellenzéki szavazó, aki esőbe húba bármikor elmenne és leszavazna a DK-ra, vagy bárkire, aki a DK-nak a helyét el tudja foglalni, mi számít ő számára, vagy mi az ő számára az igazán fontos? Hát az, hogy az Orbán ne legyen erősebb. Hogy most ez azt jelenti, hogy ne legyen kétharmad, vagy bukjon a kormány, teljesen mindegy.
És a Magyar Péter ebbe a politikai versenybe szállt bele, vagy hitelességi versenybe, hogy ki tudja ezt jobban képviselni, és szerintem a Feriék ettől féltik most a saját szavazóbázisukat. És pont emiatt gondolom azt, hogy egyébként nekik rövid távon talán nagyobb kárt tud okozni, mint hosszabb távon. Mert egyrészt a hosszabb távot nem teljesen ismerjük, másrészt azért az látszik a közvélemény kutatási adatokból, hogy az az üvegplafon, ami eddig megvolt a DK fölött, az most is megvan. És Magyar Péter meg szerintem képes lehet arra, amire 2018-ban a Jobbik is képes volt, hogy elvisz nagyjából 19-20%-nyi szavazót a baloldalról. Ugye 18-ban még Vona Gábor vezetésével, még a néppártosodás hajnalán, akkor 19,1%-nyi szavazatot szerzett az országgyűlési választáson, az akkor 1 millió választót jelentett. Szerintem ennyi összejöhet neki, de még egyszer mondom, ez nem feltétlenül Magyar Péter sikere vagy eredménye, hanem ez az, ennyire ki vannak ábrándulva az ellenzéki szavazók abból a kínálatból, amit 14 éve nézegetnek. Szolalinszkit említetted. Milyen, van még valamilyen párhuzam? Én amit itt hallottam, már beszélgettünk Magyar Péterről, és talán Lomnici Zolinak volt az a feltételezése, hogy ez a Macron modellnek a követése. Igen, azzal teljes mértékben egyetértek. Tehát az, hogy ez a Macron modell, az szerintem megkérdőjelezhetetlen. Az Zolinszki módszerből én kiírtam magamnak még egyet, ami szerintem mindenki számára világos. Tartsd fenn a nyomást. Ő most ezt csinálja. Semmi mással nem foglalkozik, csak azzal, hogy róla szóljanak a hírek. Ezért megy be az ATV-be, ezért rúg bele Dezső Andrásba, ezért szervez újabb tüntetést, ezért lesz május 5-én még egy anyák napján, ezért posztol naponta 3-at a Facebookra, ezért száll bele mindenkibe az online térbe. És talán azt is érdemes ugye kiemelnünk, hogy úgy fogalma Saul Alinsky, hogy az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, az teherré válik. Hadd mondjuk egy példát, kordonbontás. Klasszikus. Tehát a Momentum, amikor ezt a 12 pontot elolvasta, akkor úgy látom, hogy a 6.-7. már belekavarodtak a fiúk, ott már nem sikerült ezt megérteni, de hogy őnek imádni Magyar Péternek is szerintem lassan majd váltania kell. Mert ugye volt ez az ügyészségi sztori, de onnantól kezdve semmi más nem csinál, csak tüntetés hátán. Jó idő van Budapesten az embereket könnyű mobilizálni, eleve egy nagyvárosias közeg, ahol több a liberálisan gondolkodó ember kell, sajnos el kell fogadni. Nem ők vannak többségben, mármint a szónak abban az értelmében, hogy Budapesten is minden választást a Fidesz nyer meg, de hogyha mindenkit összeadunk, amit egyébként nem lehet, akkor nyilván egy ilyen, nem tudom én, 55-45-ös arány szokott általában kijönni, és ő most ezt a hangulatot próbálja meg fönntartani. Nyomást gyakorol. És szerintem lassan eljön az a pont, amikor majd váltania kell. És ezért jött most a párt. Az alatt az Egyesület, az előtt meg ez a mozgalomszerűségnek a bejelentése, ami ugye olyan jól sikerült, hogy egy kínai ragasztógyárnak a logóját sikerült a ő jelenlegi élettársa által elmondott szuper grafikus csapatnak, aki felelészben, külföldi felelészben magyar emberekből állt, lekopintania, de szerintem ez is lassan unalmassá fog válni. Tehát az emberek várják ezt a katartikus élményt, hogy legyen még valami. Hát valaminek még történnie kell. Hát jött, azt mondta, hogy lesz hangfájl, felvétel, azt is mondta, hogy több miniszterről, már bocsánat, nem csak idézőjelvetével, csak a feleségéről. Ehhez képest ott vagyunk, hogy kijött ez a hangfelvétel, senki nem beszél róla, nincs semmi jelentősége, és most úgy látom, hogy azóta annyira az ügyészségre nincs kedve bejárkálni. Mert egyértelműen már ezt a politikai agendát építi, amivel majd szeretne a későbbiekben foglalkozni. Mi ennek egy kis leágazása? Hát azért nem véletlen, hogy ő szeretne a listavezetőkkel, illetve a pártelnökökkel vitatkozni. Bár hozzáteszem, hogy ő most csak alelnök lett, de ő alelnökként szeretne a pártelnökökkel vitatkozni, de egyetlen egy célja van, hogy ezt az egész sztorit valahogy felrántsa a miniszterelnöki szintre. De hát erre sok. Hát, igen, tehát miért kéne a miniszterelnöknek? Persze. Hát a Dajcs Tamás ugye hajlandó lett volna. Leülni vele, csak aztán ott meg elment a kedve tőle. Hát nyilván ez mindig így szokott lenni, ez ugye olyan, mint a Karigeri is beígérte, hogy na ő aztán nagyon gyorsan le fog ülni vitatkozni bárkivel, majd aztán most ugye már azzal vitatkozik, hogy hát szerintem két fideszes jelölt van, és így azért nem biztos, hogy fel lenne a verseny. Szerintem a fontos a vita, akkor tök mindegy, hogy hány jelölt van, akkor leülsz vitatkozni. Ugyanez zajlik most ezen a Magyar Péter ügyön is. Szerintem kommunikációs értelemben ebben a sztoriban egyelőre sokkal több nincs. Még egyszer mondom, miután a média működteti ezt az egész gépezetet és viszik a hátukon Magyar Pétert, így biztos vagyok benne, hogy június 9-ig a magyar közélet jelentős része, sajnos vagy nem sajnos, mindenki döntse el maga, ezzel lesz elfoglalva.
Mi van utána? Mi van utána? Hát utána az egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem az EP választás követően azonnal meg fognak indulni a tárgyalások az ellenzéki pártok között. Azok, akik nem szereznek mandátumot, nekik nagyon fontos lesz hirtelen, hogy az önkormányzati helyezkedésben jól szerepeljenek. És attól függően, hogy Karácsony Gergelynek fogják hívni Budapest főpolgármesterét, én látok rá esélyt, hogy komoly esélyt, hogy nem biztos, hogy ő lesz az. Nyilván majd még itt várjuk meg a versenyfutást, de ezen sok minden múlik. Akkor pedig meglátjuk, hogy ez a Magyar Péter jelenség, ez hogyan tud tovább élni. Én nekem egyébként volt egy olyan érzésem, hogy ha nem jön össze neki ez az EP-s sztori, EP választásos sztori, akkor bejelentkezik főpolgármester jelöltnek. Most úgy látom, hogy ettől egy kicsit távolabb kerültünk, de én még nem írnám le az ő egoizmusát abban az értelemben, hogy szerintem képes lenne arra, hogy egyszerre legyen főpolgármester jelölt, és egyébként a saját pártjának, a megvásárolt pártjának a lista vezetője. Ezt még kíváncsian. Hát ő majd helyet cserélnek a Karigerivel, mert ugye ő is azt mondta, hogy nem akar elindulni miniszterelnök jelöltként, aztán mégis elindult, aztán visszalépett. Igen. Úgyhogy mi lesz ezt követően? Szerintem egy rendkívül intenzív, egy ilyen kommunikációs csata, egyébként meg a háttérben a szokásos ellenzéki megállapodás. Le fognak ülni egymással, és próbálnak majd 26 előtt, 2025 év elején megállapodni arról, hogy hogyan lehet egy listára összeterelni ezeket a politikai szereplőket. Szerintem sehogy, ez az én véleményem, illetve ha megint megpróbálják, akkor erre a 30%-ra tök jók lesznek, de annál többet nem érhetnek el. Magyar Péter pedig majd meglátjuk. Szerintem az EP választás eredménye az, ami sorsdöntő lesz. Hát gondolj vissza, mindig ez a hivatkozási alap. Azt mondják, hogy hát az EP választásért tisztán listás arányos választási versengés, nézzük meg, ki mit tud elérni. Hozzáteszem, azért igen, ebbe is egy kis hiba csúszott most, hogy így belegondolok, mert a DK is eddig azt mondta, hogy ők külön indulnak mindenkitől, aztán most hogy nem az MSZP és a Párbeszéd csak fölférkőzik az ő listájukra, bár ez szerintem sok mindent nem jelent a támogatottság. Hát ez az MSZP-nek meg a Párbeszédnek fontos alapvetően. Igen, de hát ugye ők is, van az a mém, hogy az üvegtigrisből ugye a Gabernek a híres mondása, hogy megvettem ezt X-ezerért, hát ezzel pont cseszett. Igen, az MSZP és a Párbeszéd ugyanígy járt az osztozkodással, de csak azt akartam mondani, hogy röviden válaszolva tényleg a kérdésedre, hogy szerintem egy olyan másfél év áll előttünk kampány szempontból, ami rendkívül durva lesz, rendkívül visszataszító, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg személyeskedéssel és ilyen politikai botrány csinálási kísérlettel fog járni. Mert nem marad más eszköze az ellenzéknek, mint ez, hogy ezzel tematizálja a közbeszédet. Semmi mással nem fognak tudni foglalkozni. A mondjuk úgy, hogy jobb oldal számára, hogy mi a fontos, szerintem három téma. Az európai parlamenti választást követően kell egy nagyon jó frakciót alakítani, ezt követően meg kell várni a novemberi amerikai elnökválasztást, és ha ott jó eredmény születik, akkor ezt a békepárti fordulatot szerintem rövid időn belül el lehet érni, még ebben az óriási ellenszélben is. A harmadik pedig a gazdaság, gazdaság, gazdaság. A gazdaságot arra a növekedési pályára vissza kell állítani, ami úgy néz ki, hogy idén már össze fog jönni. Röviden talán így tudnám összefoglalni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nem sokára találkozunk. Sziasztok!